kedves nézők, ahogy a műsor elején ígértem, lesz egy rövid kis szívószál történet, mert tulajdonképpen az Európai Bizottság szorgalmazza, hogy Európa minden országában tiltsák be 2025-ig ezeket az egyszer használatos műanyag dolgokat legyen az akár pohár, akár szívószál is, de hát ki gondolná, hogy mióta létezik szívószál? Nos, Hát tulajdonképpen nagyon-nagyon régen, de maradjunk a dátumoknál. 1888. januárjában szabadalmaztatta az amerikai Melvin Stone a szívószálat. De ez akkor sem volt már újdonság, hiszen az első szívószálakat már a sumérek is használták, méghozzá a söriváskor, aztán később Argentinában, Dél-Amerikában is nagyon sok felé elterjedt. De vissza Melvin Stonehoz hogy tulajdonképpen miért találta ő ki, vagy szabadalmaztatta a szívószálat? Most azért, mert a menta koktéljában lévő szívószál, ami valamilyen más anyagból volt, meg néha papírból is, akkor ettől fűízű lett a menta koktél, és ő ezt nagyon utálta, és akkor aztán kitalálta, hogy legyen papírból, aztán legyen műanyagból, és végül is 1937-ben egy másik amerikai, egy bizonyos Joseph Friedman kitalálta a hajlítható változatot is, majd aztán hát ez már ismerősebb az 1960-as években a műanyag szívószálak hát valósággal elárasztották először az Egyesült Államokat, aztán az egész világot. De a plastik szívószálak ö, tündöklése napjainkban azért leáldozóban van, és itt érek vissza a kezdethez, be kellene tiltani ezeket az eldobható egyszer használatos műanyagokat, és szerencsére már vannak jó kezdeményezések is, mert hogy van már ehető pohár, ehető papírtányér, és létezik már a tésztából készült verzió is, és az Egyesült Államokban, bocsánat, az Egyesült Királyságban illetve e, Itáliában ezt már ki is lehet próbálni, illetve meg is lehet kóstolni a tésztából készült szívószálat. Minden esetre, bárhogyan is alakul a szívószál sorsa a jelenben, biztos vagyok benne, hogy a jövője megkérdőjelezhetetlen, e, mármint ami az ital illeti. Akármilyen anyagból is készül, de reméljük, hogy akármelyikből is, mindig mindenféleképpen környezettudatosan.